1999. július 5-én történt. Egy nappal előtte még a függetlenség napját ünnepeltük, amikor a különleges alakulat tagjaként kihívtak egy körzetbe, ahol egy férfi puskát tartott a felesége fejéhez, és azzal fenyegette, hogy végez vele. Mire Johnny a helyszínre érkezett, a férfi elmenekült az erdőbe. Egy másik tiszttel együtt láttuk, amint egy árnyék felbukkan az erdőből, egy puskának látszó tárgyal a kezében. Ahogy közelített felénk, a tárgyat a vállaihoz emelte. Mi pedig az életünket féltve lelőttük őt. Amit ezután látott, évekig kísértette. Oda mentünk hozzá, hogy elvegyük tőle a fegyvert, de akkor láttuk, hogy az egy vastag fabot. Meg akart halni, öngyilkosságot akart elkövetni. Nagyon dühös voltam, hogy engem és a kollégámat használt erre. Kemény nap volt. Soha nem voltam ilyen helyzetben, így nem tudtam, hogyan dolgozzam fel. Dühös voltam és féltem. Bár a nyomozás jogosnak ítélte a lövést, Johnny bűnösnek érezte magát, hogy fegyvertelen embert ölt meg. Rémálmaim voltak, és furcsa gondolatok gyötörtek. Johnnynál poszttraumatikus stressz-szindrómát diagnosztizáltak, bár meggyőződése volt, hogy nem, de nagyon is szüksége volt segítségre. Azt hittem, tudom kezelni a dolgot. Nem láttam, mennyire megsérültem a szívemben és a lelkemben. Depressziós, keserű és dühös voltam. Ez életének minden területére kihatott, távolságtartó, ingerlékeny, gyakran lobbanékony lett. Ez megjelent a házasságomban, a munkámban, ahogy a kollégákhoz viszonyultam. Végül feleségével elváltak. A gyermekeink nagyon megsínylették, és engem is felzaklatott. Egy nagy kudarcnak éreztem magam, mert a házasságban ígéretet teszünk egy embernek és Istennek. Johnny depresszióba süllyedt, ami 5 éven át tartott. Olyan verem volt, amiből nem tudtam kimászni. Úgy éreztem, semmi nem számít igazán. Néhány sikertelen kapcsolat után rájött, hogy segítségre van szüksége. Szakítottam egy barátnőmmel. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Azt mondtam, ennyi volt, ezt már nem bírom elviselni. Bár keresztény családban nevelkedett, sosem érezte, hogy szüksége lenne Jézusra. Mostanáig. Jézushoz kellett fordulnom. Jézus, el kell venned ezt tőlem, és segítened kell elrendezni, mindenemet átadom neked. Szükségem van rád, kérlek, jöjj a szívembe. Miután imádkozott, leporolta a családi Bibliát, és elkezdte olvasni. Ezután, mintha egy súlyt emeltek volna fel rólam, a keserűség és düh elszállt belőlem. Az életem sokkal jobbá vált, hívőként máshogy kezdtem látni a dolgokat, bár nem tudtam, mi fog történni, biztos voltam abban, hogy minden rendben lesz. Azóta újra nősült, és jó kapcsolata van lányaival. Továbbra is a bűnüldözésben dolgozik Texas államban. Bármivel is kellene szembesülnie, Johnny már tudja, hova forduljon. A legfontosabb dolog az életben, hogy Jézussal legyen kapcsolatunk, mert ő az élet titka. Ő az egyetlen, aki soha nem változik meg. Ma Johnny azok felé is szolgál, akik poszttraumatikus stressz-szindrómában szenvednek. Ha ön nem hívő, azzá kell válnia, ha a hivatását folytatni szeretné. Istennek semmi sem túl nehéz vagy lehetetlen. Ő alkotott engem és önt is. Gondoskodik rólunk és szeret minket. Ebbe csodálatos belegondolni. Forduljon Jézushoz, és ő nyugalmat ad önnek.